Sziasztok! Már csak két kerület van hátra a kerületjárásból, ez az egyik, itt vagyunk a hetedik kerületben, és hát mivel éjfél múlt, jó pár órája most már 24-ből 5-et mindjárt kivonok gyorsan, 19 órája vagyunk úton. Itt vagyunk a hetedik kerületben, és hol máshol lennénk éjfél után, mint a Buli negyedben. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Madách-teret annó, amikor a BKK vezérigazgatója voltam, gyalogosra tudtuk tenni a Madách-ház és a Károly körút között. Ezt jó lett volna itt erre az irányba folytatni, de az elmúlt 10 évben nem sok minden történt a belső hetedik kerületben. Szerintem igazán lenne tere annak, hogy itt több sétáló utca legyen, a sétáló Budapestnek legalább ez a része megvalósuljon, és egyáltalán a közterületeket úgy értékén kezdjük kezelni. Itt, ahol egyébként óriási gyalogos forgalom és óriási turista forgalom is van, ne hiéna a taxik foglalják az utakat, hanem mondjuk legyenek olyan helyeknek, mint ami, ahol itt állunk a Madách-téren, legyenek kiülős teraszai, ahelyett, hogy itt parkol egy terepjáró a belváros kellős közepén. Itt van velem Lajos Béla, aki ugye indul is itt a kerületben a Színes Erzsébet város polgármesterjelöltjeként, itt van velem Barna Judit, aki én a Night Embassy logikáján, annak a szervezetnek a logikáján ismertem meg ebben az ügyben, amelyik a budapesti éjszakai élet javításáért és pont ezekért az ügyekért állt ki. Úgyhogy tegyétek meg, hogy tesztek ehhez pár szót. Béla, igen, kezd talán te, mert közterületi témákhoz talán te kapcsolódsz elsőként. Hát, hogyha Erzsébetvárosban járunk, akkor számomra az tragikus, hogy szerintem nincs olyan kerület, ahol ma jártál, Dávid, ahol az elmúlt 5 évben egyetlen közterület sem újult meg faltól falig. Ez Erzsébetváros, és valahogy egy elfelejtett sziget itt Budapest közepén, egy ilyen szomorú sorsú kerület, ahol folyamatosan olyan vezetők voltak, akiket nem érdekelt a közterület valódi megújítása, és sétáló utcák kialakítása egy ilyen területen igazán prioritás kellene legyen. Gyakorlatilag én itt is lakok belső Erzsébetvárosban, és nekem évekig kellett küzdelem, hogy legyen egy zebra egyáltalán a Rákóczi úton. Tehát ilyen típusú küzdelmek vannak előttünk, és hogyha kilépünk a körútról, akkor pedig azt halljuk, hogy azok a lakók, akik Erzsébetváros 70%-át kiteszik, őket ővelük tényleg senki nem foglalkozik, ott tényleg nem volt egyetlen sétáló utca sem átadva, igazából ilyen planténeres fákat tesznek ki, hogy még jobban akadályozzák a gyalogos forgalmat, de semmi nem történik ott. Úgyhogy elkeserítő a helyzet, de azért vagyunk itt, hogy ezen dolgozzunk. Ugye itt történt egy ilyen egyirányosítás, ami valóban csillapította a forgalmat, de azt a potenciált, amit ez jelenthetett volna a közterületeken, hogy mondjuk a Dob utcán ne egy fél méteres járdán kelljen oldalazni, a Kazinczy utcában a hiéna taxik között kelljen lelépni a járdáról, és eleve egy teljesen színvonaltalan közterületi viszony maradjon fönn. Ebben igazán nem tudott előrelépni a hetedik kerület, ahogy itt a Madách-téren sem. Tágabban, hogy látod, Judit, hogy mennyire van ilyen stratégiája a hetedik kerületnek, vagy akár a fővárosnak, hogy ezzel az egész Vigalmi negyeddel, Buli negyeddel, Kocsma negyeddel hívjuk, ahogy szeretnénk kezdjen valamit? Hát semmilyen stratégiája nincs. Én azt gondolom, hogy a turisztikai és a Vigalmi negyedre egy átfogó fővárosi stratégiát kell létrehozni. Csak hogy egy példát mondjak, körülbelül 5 évvel ezelőtt volt egy olyan beszélgetés, ahol a V4 országok fővárosaival ültünk le. Mindegyik fővárosban van az északi élettel foglalkozó vagy főpolgármester, vagy olyan iroda, vagy olyan megbízott személy, aki konkrétan az éjszakai ügyekkel foglalkozik. Ebbe bele kell érteni a Buli negyed kérdését is, az éjszakai közlekedést, a köztisztaságot, vagy akár azt, hogy az éjjel a pékek mondjuk ha hajnalban mennek haza, hogyan tudnak hazajutni. Semmi ilyen kezdeményezés nincs a fővárosban, nincs ilyen ember, aki ezzel foglalkozna, és azt gondolom, hogy ez nem csak amúgy a hetedik kerület problémája, mert itt a Bartók negyeddel kapcsolatban is vannak problémák, hogy mennyire hamar zárnak be az éttermek. Tehát ezt felülről nézve fővárosi szinten kéne kezelni, és ez volt rá, én is voltam benne még az előző adminisztráció alatt is, és most is, és egyszerűen ez a kérdés nincs kezelve. És tegyük hozzá, bocsánat, hogy Niedermüller Péter polgármester az elmúlt 5 évben semmit nem tett azért, hogy egy Budapest szintű kérdés legyen. Itt vagyunk egy fél négyzetkilométeren, és minden budapesti fiatal egyetemista és külföldi is ide jár szórakozni, hogyha ez nem csak ide koncentrálódna, hanem lenne erre egy stratégia, akkor élhetőbb lenne egyébként ez a kerületrész is, ami mindenkinek fontos. Ez igaz, amit hallottam, hogy most van egy új rendelet a kerületnek, ami már kifejezetten meg is tiltja, hogy a parkolóhelyek helyén teraszt lehessen létesíteni az éttermeknek? Hát, azért itt vannak érdekes dolgok, igen. Hát lesz teendő ez ügyben is. Szerintem ez a kis bejelentkezésünk a hetedik kerületből így éjfél után, miután már 21 kerületben jártam, és ide 22-ként megérkeztem. Azt mutatta talán, hogy a hetedik kerület legfontosabb közügye a Buli negyed kérdése kapcsán
össze kell tudnunk egyeztetni az itt élők, az itt lakók szempontjait és Budapestnek azokat az átfogó szempontjait, hogy a turisztikai vonzerő szempontjából egyáltalán ennek a funkciónak a szempontjából legyen egy fenntartható jövőképünk. Tele van azért Európa olyan városokkal, ahol ezt meg tudták oldani, ahol ezek össze vannak egyeztetve, ahol mi turistaként tudjuk jól, hogy melyik negyedbe megyünk el, hogyha kocsmázni szeretnénk, vagy csak bele merülni az éjszakai életbe, mégis ez az ott élőkkel egy egyensúlyban van. Budapesten ez ma hiányzik, és ahogy hallhattuk, ennek a koncepcionális háttere sem látszik, hogy ezzel igazán foglalkozna valaki. Tehát etéren is lesz feladat bőven, az éjszakai élettel célzottan is foglalkoznia kell a főváros következő vezetésének. Én ezen leszek, ezt szeretném. Úgyhogy már csak egy kerület van hátra, a belváros. Most lehet, hogy azért itt, ha már itt vagyunk, akkor egy sört, vagy egy alkoholmentes sört legalább mindenki magához vesz, de egy pici türelmet még kérünk, és utána folytatjuk. 23 kerület 24 óra alatt, ez most már talán sikerülni fog, mert lőtávolban van a városháza, úgyhogy innen folytatjuk.